Szerintem nagyon sokszor eklektikus, nagyon ritkán elegáns, nagyon-nagyon ritkán utána az elegáns öltözködést. Szeretem a designer holmikat, de a legjobban a sportos cuccokat szeretem, mert ez kényelmes. Van, hogy meg is szólnak érte, hogy képes vagyok komoly rendezvényekre is, vagy díjátadókra is elmenni sportruházatban, mondjuk így melegítő alsóban, ahogy most vagyok. Egy viccesnek tartom, hogy az emberek így megfeszülnek azon, hogy mit vegyenek föl, és hogy hogyan legyenek szépek és fessek. Engem egyáltalán nem érdekel, szerintem én egy melegítőben is tökéletesen nézek ki. Igazából egész egyszerűen csak így szeretnék boldog lenni. Nagyjából nagyon röviden és nagyon általánosan igazából ennyi. Szeretném magamat jól érezni, és azon dolgozom mindig, hogy ez így is legyen. Nem annyira könnyű. Az elmúlt két évben nem tetováltattam, mert megfogadtam, hogy most kicsit belassulok, mert rövid időn belül rengeteg tetoválásom lett, és úgy voltam előtt, hogy most szétvarratom magam, akkor mi marad később. Úgyhogy szerintem mellkasra kezdtünk el csinálni egy valamilyen velociraptoros barlangrajzot, azt hiszem. Nincsenek legnagyobb félelmeim. Nem tudom. Nem félek semmitől. Meghúzzák a kocsimat a parkolóban, vagy ilyenek, ezektől szoktam egy kicsit parázni. Szerintem ez az egyik legkirályabb modell, amit az utóbbi időben hordtam Pumából. Nagyon szeretem. Sokkal ilyen luxibb kinézete van, mint általában, amit egy ilyen sportcipőről vagy sneakerről szoktunk gondolni, vagy látni. Rohadtul kényelmes. Én nagyon szeretem, és ezt a cipőt választottam most a legutóbbi klipünkhöz, az anyához is. Ez van rajtam. A Puma Trinomic mellett, ami azért elég klasszik, ez a nagy kedvencem. Nem szokott úgy engem stylist öltöztetni, hogy az legyen, hogy most ő hoz nekem valamit, én meg gondolkodás nélkül fölveszem. Amikor mondjuk forgatok klippeket, vagy X-faktorozom, és tudom, hogy mit szeretnék fölvenni, viszont nincsen nekem arra időm, hogy elmászkáljak és megvásároljam ezeket a ruhákat magamnak, akkor megmondom, hogy mondjuk szeretnék innen egy olyan pólót, onnan pedig egy olyan sapkát, és léci menj el, és hozd el nekem. És akkor hoz belőle több színt, a méreteimet tudják a stylistok, akikkel szoktam dolgozni. Alapvetően ihletet, az sosem úgy merítek, hogy megkérdezem valakitől, hogy szerinted mit vegyek föl. Tehát így olyan nem szokott lenni. Nem működik egyik a másik nélkül szerintem. Tehát én nem tudnék jó párkapcsolat és jó szerelem lenni, ha nem lenne pénzem. Mert akkor boldogtalan lennék azért, mert nincsen pénzem. Preferálom az egyszínű fehér cipőket. Ezelőtt két évvel még nem is vettem volna föl mást. Volt egy időintervallum, amikor csak fehér cipőben jártam. Ezt most már elengedtem. Szerintem szoktam iróniát vinni az öltözködésembe. Hát eleve az, hogy nagyon sokat járok melegítőben. Például egy pár nappal ezelőtt zongoraestem volt, szerzőiestem, dupla színházban, és azon viccelődtem a közönségnek, hogy gondolkodtam azon, hogy mibe jöjjek el a mai este, és mi illik, és akkor ők már azonnal felröhögtek rajta, ugyanis ott álltam talpig melegítőben. Gyakorlatilag a ruha is tud üzenni rajtad, valami ilyesmi, és én szeretem a humort. Tehát ruhában is szeretem sokszor a humort. Ha most ebben a percben valakit mondanom kell, hogy valakivel csinálj egy zenét, vagy írj valakinek zenét, akkor azt a Juicy WRLD-ot választanám. Nagyon tetszik nekem, ahogy dallamokat belépít a zenébe. Ez egyébként alapvetően tökre ilyen punk és emo dallamokat énekel, ilyen screamo metal dallamokat, csak a mai fiatalok nem vágják ezt, mert most nem az a divat. Ezért nem tudják a mai tinik, hogy valójában mi történik a zenében, de egyébként emo rockot hallgatnak, amikor Juicy WRLD-ot hallgatnak. Én azért szeretem őt nagyon. Nem házasodnék sneakerben. Nagyon idétlen és balfasz dolog szerintem amúgy, amikor láttam sokszor ilyet, hogy
hogy emberek öltönyt vesznek föl, tehát rendesen zakó, szövetnadrág és ahhoz sneaker, az nem. Inkább akkor már azt mondanám, hogy valami jó skinny farmer, és zakó alá egy egyszínű póló esetleg, és felvennék egy nyakkendőt a pólóhoz, ami fából készült, van egy pár olyan, elég király, és akkor tornacipőt vennék, ami klasszik, lapos talpú, nem sneakert, hanem tornacipőt, a Pumának is van olyanja, olyat is vettem nagyon-nagyon régen egyszer, és azt is nagy becsben tartom, mert az tényleg nagyon ritka Puma tornacipő, azóta se láttam egyébként sehol olyat, egy egyszínű fekete és pirossal rá van írva, hogy Puma.